biztos, hogy az elején nagyon nehezen indult, mert kollégiumot azt mindenkinek biztosítottak, nem úgy volt, mint ma, de mivel nem volt elég kollégiumi hely, a Róbert Károly körúton, ahol egy nagy laktanyakomplexum volt, ott a út melletti három épületet azt felszabadítottak, egy kerítéssel leválasztották a laktanya többi részéről, minden reggel 6-kor hallottuk már, hogy vonulnak ki az alakuló térre a kis katonák, és az összes pesti egyetemről volt ott orvostanhallgató, egy épületben csak műszakiak voltak, és az egyik épületben két szoba volt, ahol bölcsészek voltak, a többibe TTK-sok voltak. De a szobák olyanok voltak, hogy az egyik 24 ágyas volt, a másik 36 ágyas volt. A fürdőszoba az úgy nézett ki, hogy egy beton bádog vájú volt, és abba nyúlt be 6 csap, és hetente kétszer volt meleg víz, úgyhogy tényleg nem ideális állapotok voltak, de 63 végén újjáalakult a 5-ös kollégium, abba lehetett jelentkezni, abba felvételt nyertem, és a 5-ös kollégiumi tagság az azzal járt, hogy az ember választhatott külön szemináriumi foglalkozásokat, és én például azt választottam, hogy a László Gyula professzornál szeretnék a középkori faluról, mert a középkori településtörténettel akartam foglalkozni, egy szemináriumot hallgatni. Egyetlen hallgató voltam, úgyhogy minden hétre kaptam 3-4 könyvet, tessék azt elolvasni, kijegyzetelni, és arról kritikát mondani, azt megbeszéltük, aztán megint kaptam renget, és hát közben ugye egy csomó mindent elpötyögtetett a hatalmas tudásából a professzor úr, úgyhogy ez nagyon komoly képzése volt az én egyetemi éveimnek. És hát ugye a Mócsi professzor, a Bóna István akkor még nem professzor volt, először csak adjunktus, utána docens, de hát olyan tudósok oktattak és neveltek, akiknek máig nevük van a tudományunkban.